napot! Tiszteltem! Kezdjük egy csókolom, jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm városunkban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter urat. A mai találkozásunk apropója a közelgő Európa Parlamenti választás, amelyről túlzás nélkül állíthatjuk, hogy soha ennyire fontos nem volt, soha ekkora súlya nem volt, és azért jöttünk össze, hogy beszélgessünk arról, hogy ez a marcali embereket közvetlenül hogy fogja érinteni, mert ugye ez nem egy tőlünk távol, egy tőlünk független zajló dolog, hanem nagyon is a bőrünkre megy. Minél több embernek el kell mondanunk, hogy mi olyan képviselőket szeretnénk Brüsszelbe küldeni, akik Magyarországot képviselik Brüsszelben, és nem fordítva. Erről fogunk beszélgetni. Miniszter úr, parancsolj! Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Sorsdöntő európai parlamenti választásra készül a kontinens. Soha olyan jelentősége európai parlamenti választásnak még nem volt, mint a most soron következőnek. Az európai politikai elit Brüsszelben megpróbálta lezártá tenni azokat a fontos kérdéseket, amelyek az európai emberek mindennapi életét befolyásolják, annak érdekében, hogy ne tudjanak arról döntést hozni. Azonban egy nagyon komoly visegrádi összefogással és visegrádi ellenállással sikerült azt elérni, hogy a bevándorlás kérdése nyitva maradt, és az európai polgárok hozhatnak döntést arról, hogy a bevándorlást támogató, vagy a bevándorlást ellenző pártoknak adnak lehetőséget arra, hogy alapvetően befolyásolják az Európai Unió jövőjét. Ne legyünk naivak, hogyha a bevándorlást támogató pártok kerülnek ismételten többségbe, akkor a kötelező letelepítési kvótát újra elő fogják venni, újult erővel megpróbálják majd átnyomni rajtunk, és az ENSZ globális migrációs csomagját is az európai jogrend részévé kívánják tenni. Ez ellentétes lenne Magyarország nemzeti érdekeivel, ellentétes lenne Magyarország biztonsági érdekeivel, és most a magyar választópolgárokon is múlik, hogy egy bevándorlókkal elárasztott, vagy egy erős nemzetekre épülő, a keresztény kultúrának elsőbséget adó Európa jönne majd létre. Amennyiben a magyar kormányzó pártok nagymértékű támogatást kapnak ismét a magyar választópolgároktól, akkor hangosan és hatékonyan fognak tudni fellépni az Európai Parlamentben a hazafias politika jegyében, azért, hogy az európai kontinens újra biztonságos legyen, és az európai kontinens európai maradhasson, annak lakossági összetételét ne tudják megváltoztatni.